Jó napot, jó napot! Na, nem akartam ilyen sűrűn videót csinálni, de azért logikusan próbáljuk összetenni a dolgokat. Ugye Donald Trumpot azért megpróbálták elgáncsolni, amikor ugye elnök volt. Most itt nem akarom azt mondani, hogy a politikai vírus volt az egyik. A másik az ugye, hogy nőket gurítottak oda el, és mondták, hogy akkor ők váljanak ellene. Utána jött az, hogy le kell váltani, mint elnök. Utána jött az, hogy ha ő lesz az elnök, akkor világháború lesz. Utána jött az, hogy jön a gazdasági világválság. Utána jött az, hogy tehát minden tulajdonképpen jött minden. És amikor bejelentette, hogy megy az elnök előtti pozícióval most is, akkor mindent ugyebár elkezdtek mondani. Minden megpróbálkoztak. Látjuk a bírósági ügyeit is. Na most, ugye azt is tudjuk, hogy tehát az józan paraszt észre gondolkodjunk, és ezt tudjuk már, hogy nem az Ukrajnáról szól, ez arról szól, hogy az oroszokat elgáncsolják, mert az oroszok Putyin vezetésével, aki elképesztően okos, és Putyin nagyon benne van ezekben a szerződésekben, azt hiszem, hogy jogot végzett, szóval ha most már azért 1000 napja megy a háború, és látjuk, hogy a nyugati hatalmak mindennek próbáltak, sőt, évekig készítették fel az ukránokat erre a dolgokra, de ezekre a dolgokra, és mégsem tudják elgáncsolni Putyinékat, akkor nagyon meg kéne azt kérdezni, de biztos ez nekem is feltűnt azért, hogy akkor ez miről szól most már. Az oroszokat nem lehet legyőzni, főleg úgy, hogy a kínaiakkal összepacsisztak, főleg úgy, hogy a BRICS az megszületett, az most már a BRICS az egy ilyen backup terv, egy második terv, hát akkor miről szól ez? Miért van az, hogy itt most még egrecíroztatják Putyint? Meg miért van az, hogy itt a világot be akarják áldozni az utolsó 50 napban? Na, hát akkor öntsünk tiszta vizet a pohárocskába. Vagy ahogy jó öreg Mészáros tanár úr mondta, többet ér, mint egyszer látni, mint ezerszer hallani. Vagy van még egy pár ilyen jó pofa mondás, de ha hátra lépünk 2-3 lépést, akkor látjuk, hogy ez most már nem arról szól, hogy Ukrajnát megmentsék, mert nem is fogják el Ukrajnát megmenteni. Látjuk azt, hogy nem is arról szól, hogy az oroszokat most már fogják tudni gáncsolni, mert nem fogják tudni elgáncsolni az oroszokat, tehát azért ezt is látjuk. Azt is látjuk, hogy harmadik világháború nem lesz, és azt is látjuk, hogy Putyin, ha idáig kibírta, akkor most már 50 napig ki fogja bírni. Nem erről van szó. Azt is látjuk, hogy nem arról van szó, hogy itt megmutassa az Egyesült Államok, hogy ő milyen kemény. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy itt, hogyha elkezditek nézni az internetet, hogy milyen információk kezdenek el eltűnni, átfogalmazódni, másféleképpen beállítódni, akkor láthatjátok azt, amiről már nagyon-nagyon sokszor beszéltünk, hogy itt nagy büdös, szarházi gusztustalan szemétláda politikusok útra szemétláda dolgokat csináltak. És ugye Julian Assange volt, aki először ezeket a dolgokat elkezdte kihozni, mert ugyebár neki is megmondták. És ezek a politikusok most teliszert gatyával fej nélkül rohangálnak, és próbálják menteni, ami még menthető lenne. De ők nagyon jól látják azt, hogy itt egy elképesztő mennyiségű ember fog bukni, de nem csak azért, mert háborús bűnök miatt lehet őket majd esetleg meg illegális dolgokat csináltak, meg nagyon sok olyan dolgot csináltak, ami nem igazából volt egy nagyon rendes dolog, hanem itt az Epstein és Puff Daddy ügye, és szépen lassan elkezd felforni az a víz, és szépen lassan ezek a békák elkezdenek felforni a vízben. Most valószínű, hogy nem a legnagyobb hal fog megbukni, vagy a legnagyobb hal legnagyobb aki a legnagyobb, ugyebár meg a legjobban fönn van a tetején eznek a dolognak, az nem fogja tudni
nem megúszni a dolgokat, tehát meg fogja úszni valószínűleg, mert úgy tekeri a lapot olyan nagy. De az alatt a levő emberek megbuknak azért, és látjuk azt, hogy aki Hillary Clintonról beszélt itt a múltban, elég rendesen, sőt, akinek több tízezer nézettsége volt, azok tök véletlenül meghaltak. Vagy egy vadonatúj pár hónapos autóval kigyulladtak az autópályán is meghaltak, vagy véletlenül felrobbant a családi házuk, mert szivárgás volt, vagy mindig valahogy történt, és akkor el szokták azt mondani, hogy ez a Hillary listája. De itt azért tudni kell azt, hogy az Epstein Islanden nagyon sokan voltak. Nem véletlen nem tudjuk ezeket az információkat, és nem derül, mert nem akarják, hogy kiderüljön. Tehát ez egy ilyen eltitkolt dolog. Igen ám, de most jelölt egy pali, aki Donald Trumpnak lesz az egyik ilyen, hát nem is tudom, ilyen kormány, nem is tudom, hogy melyik mit fog irányítani, de ő megmondta, hogy ő a Puff Daddy case-t is, az Epstein case-t is, sőt, Kennedy-t is, meg a 9-11-et is ki fogja hozni, ki akarja hozni. Na most itt elindultak az óriás pánikok, mert hogyha és nyílt, tehát normálisan, hogyha nézitek, az internetről, Wikipédiáról, nagyon sok helyről elkezdett eltűnni azonnak az embereknek az oldaláról az információ, hogy ők jóban voltak Epstein-nel, hiszen az Epstein az volt a Fehérházban is, ugye? Ne felejtsük el. Sőt, itt azért pár olyan dolog is volt, ugye van az a film, ami állítólag Hillary Clinton van benne, és állítólag aki látta, az mind megmurdált, és most már ide jobban azt is azért elkezdték elővenni. Meg most már látjuk, hogy azért Jennifer Lopeznek is egy-két fényképe azért elkezdett előjönni, kérdés, hogy igaz vagy nem. Puff Daddy is benn van. Puff Daddy meg fogja halni a börtönben? Hát, olyan nagyon érdekes lenne, hogy Epstein is meghal, meg Puff Daddy is meghal, olyan nagyon érdekes lenne. De az biztos, hogy itt pár hónapon belül, ha ebbe az irányba megyünk, ezek óriás káoszt akarnak csinálni, srácok, óriás káoszt. Tehát ezek nagyon jól tudják, hogy itt fel kell rúgni az egész játékasztalt, hogy ne derüljön ki az ő szarságuk. De én valószínűleg tartom, hogy azért ki fog derülni. Nem biztos, hogy a legnagyobb fejek meg fognak mugni, de nagyon közeli emberek hozzá. Meg ugye meghalt meg ugye Obamánál is ugye kiállt egy pali, aki azt mondta, hogy ő Obamával szexuálisan nagyon jóba volt, mielőtt még elnök előtti pozícióért ment. Tehát itt azért egy-két dolog azért, és ezek teljesen le vannak csavarva, ezek a hangerők az interneten, mert azonnak az a cégnek a vezetői, meg a YouTube vezetői, meg ez mind ott van, benne van, hatalmat kaptak, hagyták, hogy csinálják, pacsizás van, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy én szerintem itt egy olyan 2-3 hónapon belül talán nagyon nagy dolgok fognak kiderülni. Emlékszetek, amikor az egyik videómban beszéltem a föld alatti bunkerekről, hogy 10-20 dollárért nem lehetett őket eladni, mert a kutyának nem kellett. Most érdekes módon nem 100, meg 200, fél millió dollár, meg ilyen árakon vannak. Nagyon sok ilyen bunker van az Egyesült Államokban, sőt az Egyesült Államok középső részén. Sőt, ugye nagyon sokan tudják, hogy a denveri reptér alatt is van egy ilyen helyszín, és igazából az össze van kötve egy ilyen alagútrendszerrel, ami egészen Cheney, Wyoming, azt hiszem, odáig tart, ha jól ejtettem ki a nevét, nem tudom. És olyan érdekes, hogy most bizonyos government, kormány websájtokon megjelentek olyan információk, hogy az emberek, hogyha tudnak, azért legyenek készen létbe, hogy be tudjanak bújni a föld alá, hogyha lenne valami atomtámadás. Ez olyan érdekes, az Egyesült Államok jövőbeli elnöke nem akar ilyenekkel foglalkozni, meg békepárti. Az előző elnök az ugye most azt se tudjuk, hogy mi van vele, meg hol van, mit csinál, azt se tudjuk, hogy éle a pali. Világ egyes számú emberek, csak szólok. Tehát az nem tudom, feltűntelettek. És akkor tudjuk, hogy hátulról ki irányít. De csak olyan érdekes, hogy ilyen kormányinfók feljönnek. Itt az USA-ban meg azért nézem a liberális, meg a republikánus adókat. És azért óriás nagy észszel azért ebből a témával nem rendelkeznek, mert azt mondják, hogy Trump meg fogja tudni állítani az oroszokat, meg ez, persze, meg tudja állítani, sőt, meg is fogja állítani, meg hogyha Donald Trump lett volna az elég, akkor nem is került volna ilyenre sor.
itt ez egy plan, tehát ez egy kitalált dolog volt előre. Tehát ez előre. Emlékszetek, amikor csináltam a vonatról a videót? Nem az, ami föntről fényképeztem, filmeztem, hanem itt oldalról, és nem azt, amit még Donald Trump elnök lejutása, mikor is csináltam, Donald Trump hát egy jó pár éve volt, már Kaliforniában volt, Anaheim, vagy ahogy mondjátok, Kaliforniában, és ott volt, és mondtam, hogy minden fél órában elmegy egy ilyen vonat, ami 20 percig megy el, mert annyi katonai jármű van rajta. Ez volt talán az első olyan videó, mert fenn van itt a csatornámon, nem akarok hülyeséget mondani, hányadik volt, 90. videó, vagy nem is tudom, nem akarok, nem tudom, hogy 60 valamennyi, mindegy, tök mindegy, de fent van. Szóval ebből azt akartam kihozni, és akkor mondták azt, hogy Donald Trump alatt is mentek katonai járművek Ukrajnába, meg ide-oda. Persze, hogy mentek, mert Donald Trump előtti rendszer az rendelte meg és gyártatta le ezeket, mert ők már azt mondták, hogy akkor itt majd fogunk menni az oroszok ellen, csak nem volt benne a pakliban, hogy Donald Trump megnyeri azt a választást. És akkor nagyon nagy pánik volt. És akkor ugye Joe Biden választásába bele kellett nyúlni, de már annyira késő, elég nagy iratlan mennyiségű számú ember halt meg, de annyira későn kaptak ezek kézbe, és annyira leszarom is, és nem érdekel engem az egész, majd mi nagyon jók vagyunk, és mi nagyon királyok vagyunk demokrata oldalon, hogy elment felettük az idő, és hát feleslegesen halt meg elképesztő mennyiségű ukrán és orosz, mert ebből ők nem fognak jól kijönni. És itt az USA-ban most ez megy, hogy fú, meg tudják-e védeni, meg mi lesz, meg harmadik. Tehát látjuk, hogy ezek a tévék, ezek beszaratásra nagyon jók. Nem lesz harmadik világháború, még véletlenül sem lesz harmadik világháború. És különben most ezt azt, hogy igaza van Putyinnak, vagy nincs igaza, de szerintem teljesen igaza van abban Putyinnak, hogy most oda kurveni állt egy-két dolgot. Jó, nem volt rajta olyan fej, de ahogy viselkednek most a franciák, meg az angolok, meg láthatjuk, hogy igazából Zelenszky is csinálhat bármit, srácok. Ezer tíz napja megy a háború. És nem buták az oroszoknak. Sőt, az oroszok még mennek is előre. Ennek most már 50 napig mi értelme van? Még több ember halljon meg? Semmi értelme nincs ennek. Úgyhogy ne vegyétek be ezt a baromságot, mert nem lesz harmadik világháború. Mindenkit majd szeretettel várok a közönség találkozóra. Nagyon sok mindenről el lehet ott beszélgetni. Úgyhogy január 11-én lesz az egyik, és valószínűleg, és január 19-én a másik valószínűleg, de majd még, tehát az a lényeg, hogy január második hetében lesz az első, és január harmadik hetében lesz a második, de majd megmondom a pontos időpontot, meg a helyszínt is. Na, nagyon szép napot mindenkinek. Nem kell csüggedni, mert mikülönben nekünk már az életünkben minden nap az extra, mert igazából nekünk már megmondták, hogy már meghalunk az ISIS miatt, meg emiatt, meg amiatt. Ezt is túl fogjuk élni. Valószínűleg, sőt, biztos vagyok benne, úgyhogy nem kell annyira pánikolni. Nyugodtan, ha kell mened utazni, nyugodtan menjél. Én most eléggé derülátó vagyok, hiszen úgy látom a dolgokat, hogy azért, tehát ez egy végső dolog, azért kell ezt csinálniuk, mert annyira szarba vannak, és ők is tudják, hogy itt most már 50-valahány nap alatt nem lehet megváltoztatni a világot valószínűleg.